Ezelőtt csinálták a legelső csihögőt. Nem tudom, az oroszok itt hát voltak még esetleg. Jaj, persze. Itt? Hát nehogy azt mondta, azoknak a kocsiaikat darabolták szét, abból csinálták az alját. Már hogy milyen kocsiaikat? Hát ilyen, milyen hát urak, meg ilyen maraságot. Hát bizony, hát meg az uaznak az első, meg hát. De ezek között nincsen ural, meg uaz. Hát csak éppen az u az az alja. Az alja az uvasz, a híd. A híd? Ez az uvasz híd. Meg a váltó. Meg a váltó. Telepváltó. Telepváltó minden uvasz. Azt nézzétek meg alaposan, mert az uvaszból van. Váltója mindenem. Ez már... Motor az lengyel. Ursus Tarnoza. Úgy érzem, amilyen motor talált a kócson, olyat tettek rá. Ezt ebben a meghajtást azt meg tudja csinálni. Ha bebújsz ez alá, lát öt váltót. Látod itt a nagyon nagy váltó, a motor után rögtön, ott egy váltó, arra lép meg a váltó, érted, ilyen karokkal váltsa. De minek ennyi váltó? Hát azért, mert terepbe mész, érted, tökigérő sárba. Na de ahhoz elég egy felező. Nem, nyakigérő homokba. Ha tehát azon a havon alig bétát jönnek, vártani kell neki. Tehát szétrakad a... Hát az egyesbe szétszakad az egész, szétcsap mindent, egyesbe nem tudsz átmenni. Hát itt nyakigérő homokok vannak, te! You know I lay down late night. Egy átka van a csettegőknek, akárhogy nézzük. A túl sok kar. Tehát azért tényleg ehhez is kellett hívni egy specialistát, hogy kivegye felezőből. Ezen nincs sok. Abban nincs, igen. Ez egy letisztult konstrukció. Ezt ki csinálta? Hát a kőszegi. Kőszegi. Ő a hányas számú csettegő mester? Hát ő az elsőkben volt. Hányan vannak körülbelül egyébként, akik itt csettegőt gyártanak? Hát itt azért vannak mostan. Én legalábbis, akit tudok, van a... Fogli Bandi. És ott hányat csinálnak mondjuk egy évben? Hát az a megrendelés. Van, amelyik lenyom 10-20-at? Nem? Egyet, kettőt, hármat? Jani. Frank Jani van. Leocki bácsi meghalt már. Nem halt meg az öreg, hogy meghalt. Év vagy él még? Év. És vannak különböző... iskolák, hogy valaki mindig ilyen jellegű csettegőket csinál, ilyen típusú alkatrészekből valaki más. Hát ez mindig attól függ. Először voltak a lenkerekesek, tehát azok a durogósok. Utána jöttek ezek a dízelek, meg azt akkor vannak nagyobb motor, és mind az is, az már az MTZ motor. Például eres motort teszi föl. Zsiguli motor is meg. Az a divat. Akkor Zsiguli motor is van már. Zsiguli motor is meg. Telepváltó meg a Zsiguli motor. Várta a szétmérés, eres motor. Milyen eres? Hát a piros. Ilyen nem kék eres, hanem piros. Eres. Az a neve, hogy eres. Tudod, elő van a platója. Pont igen. Fordítva van az mint ez. Ezt mi mondottam, hogyha rendben van tartva, ezek nagyon, nagyon hálás kis motorok. Nagyon hálás. Hány sok centi ilyen? Hány sok centi lehet? Lóerőben? Nem, több centiben. Hát több centiben nem tudom, de lóerőben megmondom, 30. 30? 30. Ez még a Martin Lacié volt. Tudod melyik Martin Laci? Ez az, én attól vettem meg durogósan. Motor volt rajta, kérlek szépen, és ezt a motort már én tetettem rá, és én állam is már itt van, vagy tizenennyiány éve ez a csettegő. És a durogós motorra mi volt a baj? Gyönge volt. Gyönge. Nem bírtam vele permetőni. Két lovas volt. Nem bírtam vele permetőni, meg szőlőbe, tehát nehezebben bírtam menni. De ezzel meg permetelek, menet közben minden, úgyhogy... Ja, tehát egyszer elhagyt kettő.
De, hogyha még a hát, szivattyúk is. Az igazság, akkor... hogy fönn van 10 hektó víz, megy a három henger, és erre szivattyú, és annak vindik, és azok a hét lovasok, azok nem bírták. Hogy miért csináltak ennyi sok kart rá. De vigyázz, mert még üksetet fog kapcsolni. Az a gond, hogy a hat kar közül nem tudjuk, hogy melyikkel lehet a perezőt kikapcsolni. Ezért a legváratlanabb irányokba indulunk el nagyon lassan. Vagy előre, vagy hátra. Ó, most például hátra. Nem igaz. Gyógyi, ha nem egy olyan lóféle típus. Hát ezt nem tudom még ő. Jó, hogy van benne rüppet. Fajta lassú jármű gyártmány egyedi. Látod, milyen szép gumbikor. Tényleg létezik csettegőforgalmi. Hát hogy ne létezik? De hát figyelj, beletesszük a milyen olajt mondván, ilyen trafó olajtó kezdve. Litium vagy minek hívják, mivel önték nap egy gyerekte? Ritinus. Ritinus, igen, de várjál, van egy furcsaság, de most bocsán, van egy ilyen festéküzem, most ott valami termék van. Hófehéret füstöl, de mind a rakéta úgy mén a motor. De mondd már, mi az? Mi lehet a termék? A terméknek a neve, hát az... Hát biztos valamit, amit belekevernek a festékbe. Ez mint egy reklámszöveg, ez úgy hangzott. Hófehér, hogyan mondta? Hófehér füst, villám, motor, te mint a rakéta. Ilyen régi traktorból volt benzines. Hát a benzinessel kezdték ezeket. Utána lesz a BL-12-es, az már gázolajos. Valamikor ilyen locsoló motorok voltak ezek a... Nem tudom, a honvédségnél vagy valami. Ó, milyen szépen visszafújt. Hol mondta? Még jó, hogy nem köpött olajja föl. Nem köpött. Vigyázzál! Nem köpött. Olajja. Ezek ilyen agregátort is hajtottak meg ilyesmit, áramfelrészőket. With my baby on my mind. Nagyon szépen köszönjük és jó munkát kívánunk a disznóvágáshoz. Elhunyt már az állat? Már félbe van csak, hát én megígértem a Gabiéknak. Nagyon köszönjük. Köszönjük szépen. Tiszteletem. És kellemes autózást a csettegővel. Igen, majd. Majd most lehet, hogy... Thank you.